amikor a Páva divatba jött, vagy a Duna Televízió megszervezte a műsort, akkor rögtön az jutott az eszünkbe, hogy jó lenne, ha ennek lenne helyi kisugárzása, hiszen nagyon szép nézni a tévén keresztül, de ettől még a kárpátaljai népzenéi és magyar néptánc élet nem fog megmozdulni, és a Génius Jótékonysági Alapítvány felvállalta, hogy megszervezi a Pávának a kistestvérét, a Szóla Fülemülét, amely az ottani rendszer, rend, szabályzat szerint működik, és ennek immár 5 éve, én sem hiszem el, és az első alkalommal, amikor megszerveztük, a színpadon még ilyen mojszeveljeves lépéseket láttunk, még operett ruhákban léptek fel a gyerekek, most viszont az 5 év alatt teljes mértékben megváltozott a hangulat, megváltozott a technika, a tudás, tehát nagy fejlődésen estek át a gyerekek. Ennek az is köszönhető, hogy én már a döntő előtt néhány napos felkészítőt is tartanak, de elsősorban annak a következetes, kitartó szervezésnek, amit a Génius végigvitt, ahol ragaszkodtok ahhoz a norma rendszerhez, amit a magyar Pávában lefektettek, a magyarországi Pávában, illetve ahhoz, hogy független zsűri vesz részt a bírálatkor, így sokat tanulhatnak a gyerekek a zsűritől, akik nagyon-nagyon jó kritikákat vagy véleményt mondanak a gyerekek, bátorító, de őszintét. És köszönhető annak, hogy ezeken a tréningeken mindig olyan néptánc együttesek, koreográfusok vesznek részt, akik valóban a szakma legjobbjai. Örülök, hogy ezt sikerült így megvalósítani. Itt a színpadon a jövőt láttunk magunk előtt. Azt a sok fiatalt, most éppen 130-at, akik a kárpátaljai bajnokok, hisz az elődöntőkből ide jutottak, és akik nagy valószínűséggel tovább viszik ezt a néptáncoktatást, akik majd megtanítják unokáiknak is, ezáltal biztosítjuk azt a folytonosságot, amit mi is kaptunk, amiben mi is részesülhettünk. Sőt, mi több, egyes helyen már visszatanítják azt, amit a 20. század bizonyos korszaka eltörölt, elsepert, vagy éppen kiiktatott a falu közösségéből. Remélem, hogy ennek lesz folytatása, mindez a magyar államtól függ, hiszen erre nem kapunk támogatást, csak pályázati úton a magyar alapítványi forrásokból kap rá támogatást a Génius. Ezúton is köszönöm mindazoknak, akik ezt fontosnak tartják és biztosítják a lehetőséget, hogy a mi fiataljaink is bekapcsolódjanak a hasonló jellegű magyar vérkeringésbe.